Na no, szavaztok, srácok, Csipi vagyok, és egy újabb ilyen kis SBC-s videó lesz. Ez a mostani. Végül is. Hát, kicsit gondolkodtunk, ugye, már tennap is az első Ravén, és ugye, úgy döntöttünk, hogy tényleg megcsináljuk, megvásároltuk hozzá a játékosokat. Kicsit variáltunk a csapaton, ugye, hogy kezdetben úgy csináltuk meg, hogy kettő darab 84-es ilyen Food Champs Reward játékos volt, de inkább úgy döntöttük, hogy veszünk inkább egy pár ilyen magasabb rétingű játékos, mint például Company, Iniesta vagy Hamas, és akkor elég betenni ezt a 82-es kamot ide, ezt is valami pakból kaptuk, vagy nem tudom már honnan van, valami Reward lett volna, valami... Á, nem tudom, cotv s pakból? Tényleg nem tudom már, hogy valami már Matchup Reward volt, vagy ami akármilyen pakkban nyitottuk, szóval nem emlékszem már honnan van, de az a lényeg, hogy végül úgy döntöttünk, hogy inkább legyen benne egy 82-es inform és egy 84-es Champs reward player, hogy maradjon későbbre is, még 84-es játékosunk, vagy magasabb rétingű. Meg ugye ezek a 88-as, 87-es játékosok alig kerülnek többen, mint egy 85-es játékos. Ezt az SBC-t ugye így hoztuk ki, 85-es kellett meg két speciális játékos, 60-as összhang. Egy-kettő játékosunk van klubban, ez a két csatár, itt ez a 80-as Aspas, meg ez a Falcao, és akkor ők még ketten ugye még azért a klubban vannak, de ők ilyen speciális kártyák, és a többit venni kellett, nem is tudom már mennyire vettük őket, 6500, 4200, 16000, 10000, 24005, 4008, 22000, szóval volt egy olcsó SBC, nem volt a legolcsóbb SBC, de hát már alig van játékos a klubban, akit be tudnánk áldozni, minden esetre úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk ezt az elsaravit, ez az első ilyen prémium SBC-s kártyánk. Ugye három ilyen prémium SBC jött ki annó a 8. születésnapi héten vagy időszakban a FIFA 17-ben, amikor ez a bőrzélyes kártyák is jöttek. Itt ugye nem szélsőt játszik, hanem támadó középpályást, 92-es gyorsaság, az brutál, 90 as labdavezetés, 88-as lövés. Nagyon jó kis kártyának tűnik, lehet, hogy teszünk rá egy Hawk meg meglátjuk. Négy csillag, öt csillag, brutális. És akkor ezen a héten egyetlen egy sbc t hagyunk ki, ezt a Luka Modricot. Talán megcsináltuk volna, hogyha nem kérnek a három speciális kártyát, de három speciális kártyát szerintem nem ér 84-es rating mellett sem. Úgyhogy ő kimarad, úgyse használtuk volna egyébként a Loan verziót, megcsináltuk. A többi SBC, ami kimaradt, ugye vagy megvan, vagy későbbre hagytuk. Úgyhogy ezen a héten ezen volt az utolsó ilyen kis SBC-s videónk, nem is csinálunk már több SBC-t, majd csak a jövő héten állunk neki újra ugye kedden, szerdán, pénteken SBC-s videóknak. És akkor most nagyban nyomjuk a fut et Úgy állunk, hogy 25 győzelem, és még van hátra 4 Meccs. tehát ha minden négy meccset megnyernénk, akkor elérnénk az elit hármat, de ilyen úgy sem lesz, tehát egyszer biztos, hogy bukni fogunk, amit nagyon sajnálok, mert ugye volt legalább négy olyan meccsünk, amikor több gólos vezetésbe buktuk el a meccseket, annyira helyezett a másiknak a gép, illetve volt egy, amit nem is tudom, hát az is ilyen utolsó percben lőtt egy ilyen kipattanó szargót az ellenfél. de tényleg főleg az olyan csapatot kaptunk ki, le volt húzva, ugye 80-as, 80-82-es rétingű a csapata, és amúgy is. Alacsony rétingű csapat volt, szóval abszolút hendikeppes volt ez a hétvége Nagyon bánjuk, mert talán az 1-3 összejött volna Viszont Saravit betesszük ebbe a csapatba De nem a kezdőbe Hanem majd egy ilyen szuper sub lesz Tehát egy ilyen szuper csere Többször bejött már egyébként Litmán is nekünk cserébe Főleg hosszabbításban, és mindig eldöntötte a meccset Vagy egy jó pasztal, vagy egy jó lövéssel Úgyhogy Saravi is erre a szerepre, a szerepre fog most majd beállni. Méghozzá pont Litmanen helyet fog bejönni, ugyanúgy 88-as kam, 88-as kam, neki mondjuk jobbak a statisztikái. Úgyhogy rögtön beengedjük majd a mély vízbe, a Weekend Ligába. Na hát, csütörtökön majd lesz egy ilyen Food Champ videónk, ott kiderült, hogy sikerült elérnünk az itt 3 vagy maradtunk Gold 1-be. És akkor ennyi lett volna a heti utolsó és videónk, ahol a prémium elserevit készítettük el. Én megköszönöm a figyelmeteket erre a hétre, találkozunk jövő héten, csipi voltam, szevasztok!